Jelképek és gasztronómia. Almák és kígyók a karácsonyfán, beigli és kocsonya az asztalon. Tüzes ünnepek. Az év utolsó napjaiban van a legtöbb lakástűz. Vigyázzanak az értékeikre. Fedél nélkül. Karácsony után is figyeljenek az utcán élő, elesett embertársaikra. Önök a Budai Híradót látják 19 órakor, jó estét kívánok! Nőtt az influenza-szerű és az akut légúti fertőzés tüneteivel orvoshoz fordulók száma az aktuális adatok szerint. A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatójában az áll, hogy az 50. héten jóval több mint 40 000-en influenza-szerű tünetekkel, míg közel 300 000-en akut légúti fertőzés tüneteivel fordultak orvoshoz. A virológiai vizsgálatok alapján a minták 43%-a koronavírusos, 5,5%-a pedig influenzás megbetegedést feltételezett. Covid miatt 247-en kerültek súlyosabb állapotban kórházba egy hét alatt. Az ünnepi időszakban változik a gyógyszertárak nyitvatartása, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. December 24-én csak déli 12 óráig biztosítják az ellátást, és az ügyeletes gyógyszertárak szenteste is nyitva lesznek majd. A tájékoztatás szerint december 25-én és 26-án az ügyeletes gyógyszertárak mellett a 24 órás nyitvatartású, valamint az ünnepnapokon is működő gyógyszertárak állnak majd rendelkezésre. December 31-én és január 1-én a 24 órás nyitvatartású, az ünnepnapokon is nyitvatartó, valamint az ügyeletes gyógyszertárak biztosítják majd az ellátást. A gyógyszertáraknak jól olvashatóan fel kell tüntetni a legközelebbi szolgáltatási helyszínt, valamint az elérhető felnőtt és gyermekorvosi ügyelet elérhetőségét. Már több mint 340 000 gyermeknek nyitottak szülei vagy hozzátartozói babakötvényt. Jól jár az, aki ilyen számlán gyűjti a pénzt, ugyanis az inflációt 3%-kal meghaladó kamattal számolhatnak, és a befizetések mellé tavaly óta duplájára emelt kormányzati támogatás is jár. A startszámlákon jelenleg mintegy 270 milliárd forintot tartanak nyilván, és 2023-ban majdnem 10%-kal nőtt a babakötvényt választók száma. A babakötvény nevével ellentétben nem csak újszülötteknek nyitható, hanem a gyermek 18 éves koráig bármikor lehetőség van erre. Karácsony az egyik legnagyobb keresztény ünnep. Sok népszokás kötődik az ünnepkörhöz, amelyek folyamatosan alakultak, formálódtak, jelentőségük azonban mindsem változott. A díszbe öltöztetett fenyő német eredetű szokás, a szaloncukor viszont jellegzetesen magyar finomság, ahogy a kocsonya vagy a mákos beigli is. A Városháza téren már hetek óta áll a hegyvidékiek dunai úszadékfából készített környezettudatos karácsonyfája. Manapság egyre többen választják a kivágott fák helyett a környezetbarát megoldásokat, így például a stilizált fenyődíszeket, az ágakból épített karácsonyfa dekorációt, vagy a falra akasztható társaikat. A karácsony szimbólumává váló karácsonyfállítás szokása Németországból indult el, Magyarországon a 20. században terjedt el. Pesten az első karácsonyfát valószínűleg Brunsvik Teréz állította. Általában bevittek zöld ágakat ilyenkor a téli napforduló idején a házakba, hogy ezzel is késztessék a természetet majd, hogy újra kizöldüljön. Másrészt pedig a középkorban, a templomokban december 24-én, Ádám Éva napján, Ádám és Éva történetét adták elő. És ezen a fán ott volt az alma és a kígyót jelképező lánc. Ezek a formák és motívumok, mint az almát jelképező gömbök és a kígyót szimbolizáló fényfüzérek ma is megtalálhatóak a feldíszített karácsonyfán, ahogy a hungarikumnak számító szaloncukor is. Azért nevezik szaloncukornak, mert a szalonokban állították fel a karácsonyfát. Tehát ez a fajta becsomagolt édesség, ez valóban a világ más táján nem szokás. Mint ahogy a betlehemezés, a kántálás vagy a regölés is. A múltban szinte minden népszokásnak szakrális jelentősége volt, amivel visszanyúlhatunk őseink hagyományaihoz. A karácsonykor feltálalt ételeknek régen nagyon szigorú hagyományai voltak, és szinte varázserőt tulajdonítottak nekik. Böjtösen táplálkoztak, és csak az éjféli mise után ettek a katolikusok jellegzetes karácsonyi ételeket, töltött káposztát, halat, főleg halat, ugye hal Krisztus szimbólum, és ilyenkor karácsonykor halat szoktak enni, ugyanakkor szilveszterkor, újévkor meg tilos halat enni, mert azt gondolják, hogy akkor elúszik a szerencse. Tehát az ételeknek a karácsony ünnepkörben különleges jelentőséget tulajdonítanak. Még ma is számos hagyomány és néphit él a köztudatban, ha az ünnepi menü összeállítása a téma. A karácsonyi asztal fontos részét képezik a bőséget szimbolizáló magvak, a mazsola, a lencse, a dió és a mák. A kihagyhatatlan mákos és diós beigli mellett ma már a gesztenyés és marcipános változatai is igen népszerűek. Annak érdekében, hogy a karácsonyi ünneplés ne fulladjon katasztrófába, néhány óvintézkedést mindenképp érdemes betartani az ünnepek idején. A gyertyákat ne hagyják őrizetlenül, a fényfűzéreket megbízható helyről szerezzék be, és ne feledkezzenek meg a tűzhelyen készülő ételről. Erre hívja fel a figyelmet a katasztrófavédelem. Mindemellett érdemes figyelmet fordítani a nyílt égésterű fűtő-tüzelő berendezések tisztítására is. A tűzoltók számára nincs pihenés az ünnepek alatt sem. Ott jártunkkor is éppen riasztották az ügyeletesek egy csoportját, és már robogott is a szerkocsi. A tapasztalatok szerint karácsony előtt és az ünnepek alatti időszakban ugrásszerűen megnő a tűzesetek száma. Ilyenkor sokan gyújtanak gyertyát vagy fényfűzéreket helyeznek ki az otthonukban, és az ünnepi menü összeállítása a konyhát is csúcsra járatja. Mindezek veszélyt hordoznak magukban. Az adventi koszorúk és a karácsonyfák egy gyertyától vagy a csillagszóró egy kipattanó szikrájától is lángba borulhatnak. A tűzoltók szerint a karácsonyfára se gyertyát, se csillagszórót nem érdemes feltenni, és az adventi koszorú is veszélyforrás. Ha meggyújtjuk a gyertyát az adventi koszorún, azt mindenféleképpen oltsuk el, hogyha elhagyjuk a helységet. Akár kimegyünk egy pohár vízért, akár kimegyünk egy kávét főzni, akkor is oltsuk el, hiszen a baj bármelyik pillanatban megtörténhet, előzzük meg minél hatékonyabban ezt a helyzetet. Fontos kiemelni, hogy az adventi koszorút mindenképpen hőálló anyagon helyezzük el, ez lehet egy fémtálca, lehet egy tégla is. Ha viszont megtörténik a baj, a szakértők szerint fontosak a higgadt döntések és az, hogy mi magunk próbáljuk meg minél hamarabb eloltani a tüzet. Ha a forró olaj kapott lángra, azt ne vízzel oltsuk, hanem a tűzhely kikapcsolása után egy fedővel vagy egy kéznél lévő vízes ronggyal zárjuk el az oxigént a lángoktól. Ezt persze csak addig tehetjük meg, amíg a lángok nem terjednek ki a lakás többi részére. Ha nagy a baj, akkor viszont azonnal hívjuk a katasztrófavédelem számát. Tűz, illetve áramütés akkor is bekövetkezhet, ha a karácsonyi fényfűzér vagy világító dísz meghibásodik, vagy már eleve rossz minőségű. Minden esetben kérjük és felhívjuk a lakosságnak a figyelmét arra, hogy kizárólag megbízható helyről vásárolja meg ezeket a termékeket, ne a piacról, ne egy utcai árustól. Különböző érintésvédelmi, valamint egyéb szabványoknak kell ezeknek megfelelnie, tehát nagyon fontos, hogy olyan helyről tudjuk beszerezni a fényfűzéreket, izzósorokat, amelyeknél tudunk tájékozódni arról, adott esetben egy magyar használati útmutatónak az elolvasásával is, hogy ez bizony megfelel a különböző jogszabályi előírásoknak. Az is fontos, hogyha elhagyjuk az otthonunkat, az elektromos eszközöket ne csupán kikapcsoljuk, hanem húzzuk is ki a konnektorból. Elektromos tűz esetén egyébként először áramtalanítani kell, és csak ezután kell az oltást elkezdeni. Ahogy az olaj esetében, itt sem használhatunk vízet, hanem kéziporoltóval fékezzük meg a lángok terjedését. A lakásokban általában egy ABC-típusú porraloltó készüléket szoktunk ajánlani, ez a legtöbb elektromos tűz, fémtűz, illetve egyéb tűztípus oltására alkalmas, 1, 2, 4, 6, valamint 12 kg-os kiszerelésekben kapható, a lakásokban a 6, illetve 12 kg-os kiszerelésű készülékeket javasoljuk elhelyezni, mindenféleképpen olyan helyen, ahol, hogyha baj történik, a lehető legkönnyebben hozzá tudunk férni. A katasztrófavédelem azt ajánlja, hogy még az ünnepek előtt szerezzék be a 3 testőr mindegyikét, azaz a tűzoltókészüléket, a füstérzékelő és a szénmonoxidérzékelő berendezéseket. Ez utóbbi azért is fontos, mert a szénmonoxid színtelen, szaktalan, a levegővel jól elegyedő gáz, amelyet egyedül a szénmonoxidérzékelő tud jelezni. A Budakeszi Vadaspark lakói számára az ünnepek is hétköznapok, a látogatóknak pedig a vadasparki hétköznapok is ünnepnek számítanak. A majdnem 60, főleg őshonos állatfajt bemutató rezervátum a téli szünetben, vagyis az ünnepek között is várja a természet az állatok szerelmeseit. A Budakeszi Vadaspark az év során szinte mindegyik nap nyitva tart, ez alól kivétel ez a karácsonyi és az újévi időszak. Természetesen ebben az időszakban is a legtöbb nap nyitva leszünk. Karácsony napján 24-én rövidített nyitvatartással reggel 9-től délután 1-ig tartunk nyitva, hasonlóképpen december 31-én, és csak 3 nap leszünk zárva, ami december 25, 26 és január 1-je. Az összes többi napon a megszokott nyitvatartással várjuk a látogatókat. A csontig hatoló nyírkos, szeles, hideg idő nem igazán alkalmas ünnepi érzések kialakulásához. Különösen igaz ez akkor, ha egy ember egyedül, netán fedél nélkül él az utcán. Az évvégi ünnepek valamivel könnyebben telnek egy szálláson, esetleg a megszokottnál finomabb harapnivaló és a sorstársak társaságában. A karitatív szervezetek éppen ezért nagy gonddal készülnek arra, hogy a hajléktalan emberek is megünnepelhessék a karácsonyt. Köszönöm nekik, máltaisoknak, hogy mindig mellettem vannak, és mellettem is maradtak, és mindig ismereltem is maradnak. Karácsonyi jókívánság helyett mindössze ennyit mondott Tibor, aki édesanyja és lakása elvesztése után az utcára került, és 3 évtizede eszi a hajléktalanok kenyerét. Ő is a Máltai Szeretetszolgálat gyakori vendége, és elmondása szerint az idei karácsonyt is náluk tölti majd. Hozzá hasonlóan több ezerre tehető azoknak a száma, akik karácsonykor sem tudnak családtagokkal, barátokkal együtt ünnepelni, hanem a szentestét is az utcán vagy valamelyik szálláson töltik. Aki a Máltai Szeretetszolgálat valamelyik nappali melegedőjét vagy éjszakai szállását választja, annak azért megpróbálják kicsit jobbá tenni az ünnepét. Szerény körülmények között fogunk karácsonyozni. Természetesen igyekszünk meglepetésekkel készülni az embereknek, akik hozzánk betérnek. Lesz karácsonyi csomag, amit tőlünk kapnak, illetve sok céges felajánlás érkezik melegételre. Ez vagy ilyen ad hoc, hogy 2 nappal hamarabb szólnak, hogy valamilyen rendezvényen maradt melegétel, és akkor ezt szívesen fogadjuk. Vagy pedig vannak olyan csoportok, közösségek, akik szervezetten egy intézmény ellátására főznek, vagy egy intézményi közösségnek főznek. Ilyenkor ezek azért picit minőségébb, jobb, ízletesebb ételek. Az élelmiszercsomagok és az ünnepi fogások mellett karácsonykor közös filmnézések és több színes program is javítja az utcán élő emberek hangulatát. Karácsonyi műsorra szoktunk készülni, önkéntesek jönnek, betlehemest játszanak, énekelnek, esetleg kis ájtatosság is van ezeken az alkalmakon, tehát próbáljuk kicsit ünnepibbé tenni a hajléktalan emberek számára ezeket a napokat. Lesz karácsonyfánk, feldíszítjük a termeket és a közösségi helységeket. A Máltai Szeretetszolgálat és az utcán élő embereket segítő szervezetek karácsonykor fokozottan figyelnek a hajléktalanokra, ám ilyenkor is előfordul, hogy lesznek, akik nem veszik igénybe a szolgáltatásukat. Rájuk különösen oda kell figyelni. Elsősorban azt kérjük a lakosságtól és az utcán járókelő emberektől, hogy vegyék észre a hajléktalan embereket, és hogyha olyan helyzetben találják őket, ami életveszélyes lehet számukra, akkor hívják a diszpécser szolgálatot. Ez 061 338 41 86. Illetve karácsonykor megnövekszik az adakozó kedv, ilyenkor picit mindenki, hogy mondjam, fontosabbnak érzi ezeket a tevékenységeket. Azt kérjük szépen, hogy ha lehetséges, akkor intézményeket támogassanak, az intézményeken keresztül támogassák a hajléktalan embereket, akár élelmiszerrel, a lehetséges pénzadománnyal is, de nem ez az elsődleges. Ha kell, akkor melegruhára, ha van otthon elhasznált vagy nem használt melegruhájuk, pulóver, kabát, téli cipő, akkor ezt is szívesen fogadjuk a máltai intézményekben. A Máltai Szeretetszolgálat a mentőkkel is együttműködik. Ez azt jelenti, hogy ha a krízisautójuk egészségügyi ellátásra szoruló ember talál, akkor azt átveszik a mentősök, ám ha a mentősök találkoznak hajléktalan emberrel, akkor az ő további ellátását a krízisautó személyzete veszi át. A magyaroknál nőtt a legnagyobb mértékben a félretett pénz összege a régióban. Erről számol be az egyik kereskedelmi bank tanulmánya. A kutatásba 6 kelet-közép-európai országot vontak be, és a válaszokból az derült ki, hogy Magyarországon 28%-kal nőtt a megtakarítások összege. A legtöbbet a csehek tesznek félre, átlagosan 144 eurót havonta. A magyarok a 3. helyen állnak, 106 euróval. Önök a Budai Híradót látták. Munkatársaim nevében is boldog, békés karácsonyi ünnepeket kívánok. Köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!